A dombovári borkedvelők disznótoros vendéglátással készültek a Vince napra. Páldi Ede, az egyesület elnöke hívta fel a jelenlévők figyelmét a Szent Vince napjához kapcsolódó hagyományokra, népszokásokra, és invitálta a közösséget a hétfői szabadtéri programra. A mai rendezvényről leginkább azt szeretném elmondani, hogy miután ugye január 22-én van a Vince nap, ami hétfőre esik, ami munkanap, ezért úgy gondoltuk, hogy a mai nap ünnepeljük meg a Vincét, amit hagyományosan kinn a Szőlőhegyen szoktunk csinálni, de most sem adjuk föl ezt az elképzelést sem. Az eseményen megtelt a Német Közösségi Ház nagy terme. Különböző kézműves borokat és pálinkákat lehetett kóstolni, amit a gazdák saját maguk készítettek. Úgy látszik, hogy sikeres az elképzelés, mert az 55 tagunkból 50 bejelentkezett erre a mai rendezvényre. Ehhez hozzájárul ez a szép napsütéses idő is, ami van. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Az összeszokott csapat nagyon jó hangulatot varázsolt, és méltóképpen ünnepelte a Vince napot. A dombovári borászok jó termést remélnek az idei évben.